Ez egy 1937-ből származó eredeti sárközi szövőszék egyébként, és most lett felújítva. A kézműves alkotónapok eseménysorozat részeként tartott asszonyműhelyt a Fehérvári Kézművesek Egyesülete. Minden olyan kezdő vagy haladó érdeklődőt vártak a Rácz utcába július 19-én, 20-án és 21-én, aki szerette volna kipróbálni a szövés művészetét. Nyáron volt, amikor tábort rendeztünk, de azt meg azért nehéz összeegyeztetni a családi ügyekkel, de így egy kicsit nyugodtabban le lehet ülni, 3 napra el lehet mélyülni a munkában, egész nap 9-től 17 óráig dolgozhatunk, lehet folytatni, amit az előző nap elkezdett az ember. Tehát egy kicsit több időt ad, nagyobb elmélyülés lehetőségét az alkotóknak. Az eszközök és az anyagok biztosítottak voltak, így csak a nyitottságot kellett magukkal hozniuk a résztvevőknek, mondta el Jeszenszky Zsuzsanna, a szövőszakkör vezetője. A műhelyben jelenleg 7 darab szövőszék áll rendelkezésre, amelyek között több modernebb, lőrincféle szék is van. De a kézművesek büszkesége, hogy az elmúlt időszakban egy eredeti, 1937-ből származó sárközi szövőszék került hozzájuk, amellyel sárközi csibeszemes mintás szőtteseket lehet készíteni. Vászonszövés az, amit mi csinálunk, tehát alapjába véve konyharuhákat, abroszokat, zsákocskákat, sálakat lehet szőni, főként pamutfonalakkal dolgozunk, de lehet hozni bármit, ebben manapság már rettentő széles a választék, a gyapjú, a selyem, a kasmír, a len, kézzel festett, gyári, kézműves termékek, mindenfélével lehet dolgozni, minden más struktúrát ad. A kézműves alkotónapok eseménysorozat keretein belül még lehetőség van belekóstolni a csipkeverés, a fafaragás vagy a szabásvarrás művészetébe is. Akik kedvet kaptak a szövés mesterségéhez, évközben is csatlakozhatnak a csoporthoz a Rácz utcában. A Fehérvári Kézművesek Egyesülete többféle szakkört is tart minden héten, így bárki belevetheti magát az alkotó munkába.